Azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, hogyha én nagyon jól érzem itt magam. Sziasztok, Kriszti vagyok, és Fannihoz rohanok, mert ma este megyünk egy szuper színházhoz, és a Bécsi Magyar Színközt fogjuk meglátogatni Kopti Mario Színházban. Itt is vagyok az Ázerstrasszén, nem késtem el, hála Isten. Ó, Fanni is itt van, szia! Sziasztok! Hello! Hello. Na, izgulunk? Nagyon, nagyon. Imádom Bécset, egy valami nagyon hiányzik innen a Magyar Színház, és én annyira örülök, amikor rá... Igen, nagyon várjuk, csak kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz az a mai este, úgyhogy szerintem menjünk is be. Így van, gyertek velük! Ja, seit zwei Saison, seitdem ich den Herrn Balasch kennengelernt habe. Ja. Seitdem organisieren wir Vorstellungen auf Ungarisch, weil wir möchten auch, dass die ungarische Community von Wien auch sozusagen einen Platz hat, einen Platz zu gewinnen. Einen Platz, wo nicht unbedingt nur oder ausschließlich auf Ungarisch alles vorgestellt werden sollen, aber auch ungarische Themen oder ungarische Theaterstücke, ungarische Dramatisierungen. Mit einem Wort, es geht um die ungarische Kultur, welche auch in Wien lebendig sein soll, auch wenn zum Beispiel diese ungarische Kultur auf Deutsch präsentiert wird. Wir leben zusammen hier, wir müssen miteinander leben und es wäre sehr schön, wenn wir bereichern können, auch die österreichische Kultur mit unserer fremden Kultur. Momentán az egyetlen rendszeresen magyarul játszó csapat itt Bécsben. Teljesen új alapokat építettünk, tehát egy új egyesületet alapítottunk a társulat mellé. Az osztrák egy kicsit kísérletezőbb és szabadabb, mint otthon. Mi nagyon szeretjük otthon a hagyományokat és a régi típusú hagyományos színjátszókat és színészeket. Itt egy kicsit lazábbak a dolgok és kísérletezőbbek. Vagyunk a színházban, már gyülekezik a közönség, nézzétek, csak úgy, hogy most már jönnek. A darab üzenete az, hogy igenis kellenek a társadalomban olyan erős nők és olyan erős karakterek, akik mernek egy kicsit kilépni az adott kornak a társadalmi korlátaiból, és egy kicsit többet megengedni maguknak, hogy aztán később a követőiknek egyszerűbb legyen. Mindenki képviselje a saját maga nőiességét, ne próbáljon más lenni. És hogy mindenki fogadja el a saját életét olyannak, amilyen is, legyen abba boldog. Az, hogy itt lehetünk, és hogy magyar nyelven hallgathatunk egy előadást Bécsben. És nagyon különleges dolog az is, hogy egy osztrák színház nyitott arra, hogy a helyi közösségeket is befogadja. És az osztrák színigazgató rendezett darabot magyar nyelven, igen, a magyar színészekkel. Alles Gute zu der ungarischen Community in Wien. Minden jó nektek!